Mielőtt elindítom az első filmünket, aminek kapcsán szavaznak ma a heti naplóban, gyorsan leszögezem, hogy az a szilárd véleményem, hogy bírálni bárkinek szabad bárkit. Nincsenek szent emberek, akik bírálhatatlanok. Senki, se politikus, se miniszterelnök, és még a római pápa sem az. A kérdés nem is erről szól, hanem arról, hogyha elfogynak az érvek és elborul az agy, akkor szabad-e valaki demensnek, marhának, gazembernek szólítani, csak azért, mert másképpen lát fontos dolgokat. Beszélhet a pápa ilyeneket, ismételgetheti kretén, brüsszeli politikusok kretén mondatait, ugyanolyan kretén módon, ettől ő még a pápa marad, ő maga is egy migráns. Hülye, ostoba politikai vélemény, és eképpen is kell hozzá viszonyulni. Jön egy argentin lipsi pápa. A pápa őszentsége, mint egy ilyen derék, liberális, genderben hívő marha. Hülyének lenni a legkönnyebb, és ez a pápára is vonatkozik. A Miskolci TV-ben Bajer Zsolt egy jó fél óráig értekezett a pápáról, és már nem először mondott rá igen sértő szavakat. Tavaly azt írta róla, a pápa vagy egy demens vénember, aki teljességgel alkalmatlan a pápai poszt betöltésére, vagy egy gazember. Lehet-e a pápáról ilyet mondani, főként a magát keresztény jobboldali oldalhoz tartozó gondolkodónak? Ennek akartam utána járni. That everlasting joy and peace. Kétségtelen, hogy sok mindenben szakított elődeivel Ferenc pápa. Beiktatása másnapján bejelentette, hogy nem költözik a pápai palotába. Egy kis forddal jár, és sokkal közvetlenebb a hívekkel, mint előde, 16. Benedek pápa volt. Bejárták a világot ezek a képsorok, melyen a pápa muszlim menekültek lábát mossa. Ferenc sokszor kifejtette, hogy a menekülteket be kell fogadni és segíteni kell. Ugyanakkor már kevesebbszer idézik, hogy arról is beszél, hogy minden országnak joga van megvédeni a határait, és a kríziseket elsősorban helyben, a háborús övezetekben kell kezelni. És a legfontosabb, hogy mindenkivel irgalmasnak kell lenni. Pontosan az irgalmasság üzenete válik botránykőbbé ebben a kelet-közép-európai kontextusban sokszor, ami ugye nagyon érdekes kérdés, mert hát akkor tulajdonképpen szemben állunk az evangéliumokkal, szemben állunk akár az Ószövetség emberről való gondolkodásával, azzal, hogy szerest vele barátodat, mint önmagadat. Perintfalvi Rita teológus. Annak a teológiai irányzatnak, a felszabadítás teológiájának a kutatója és követője, melyet Ferenc pápa is képvisel. Azt mondta, hogy ebben a menekült kérdésben az irgalmasságot a bölcsességgel együtt kell alkalmazni. Tehát, hogy aki tényleg bajba jutott, azzal az irgalmasságot mindenképpen kell alkalmazni, hiszen az Isten szenved abban az emberben, és mi nem lehetünk érzéketlenek, mert attól vagyunk keresztények, hogy nem vagyunk érzéketlenek, de ugyanakkor a bölcsesség pedig nem veszhet ebből el, ami azt jelenti, hogy nyilván egy országnak meg kell védeni a saját magát, meg kell védeni az ott lakókat, és biztosítania kell a rendet, tehát hogy ennek a kettőnek egyensúlyba kell lennie. És szerintem ez egyértelműen mutatja, hogy ő nem beszél olyan fajta szélsőséges dologról, hogy mindenkit be kell fogadni tényleg nyakló nélkül, ez nem így van. Bölcsességgel párosult irgalomat hangsúlyozza. Bajer Zsolt egyik kritikája az, hogy a pápa más vallásúakért, vagy Európán kívül élőkért gyakran felszólal, és szerinte mintha megfeledkezne a mi kontinensünk védelméről. Azt viszont már ritkán teszi mellé, hogy az üldözött keresztények és minden elesett mellett szolidaritást vár. Es hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Na, jól van. És itt a Misukám. Volt először két kis serke, két kis bárányka, aztán akkor utána volt. Még kettő, még három, aztán jött a Misuka. De az azért volt, mert hogy egy pap mellett legyenek bárányok? Tehát volt mögötte ezt is utólag tudta meg a Ferenc pápa, hogy nekem vannak bárányaim, és bárányszagú vagyok. Nem egy állatkertben, hanem Bár Miklósnál vagyunk, a Váci Egyházmegye püspökénél, a püspökség kertjében. Az kétségtelen, hogy Ferenc pápa egyéniségét nagyon jellemzi az eredeti kifejezések használata. Tehát nekem ez roppant szimpatikus egyébként, amikor hát a bárányszagú lelkipásztorokról beszél például. Bár püspök pedig tényleg bárányszagú, de nem csak ebben követi a pápát.
követője és tisztelője. Ez persze evidens is lehetne egy katolikus paptól, de egyre kevésbé az. Nagyon fájó élmény ez nekem, hogy soha nem tapasztaltam még korábban, hogy egy pápát belülről is ennyien bírálják, és olyan tendenciózus módon úgy állítják be, minthogyha ő elszakadna a hivatásától, az egyház vezetői felelősségétől, és nem értem. Szóval tulajdonképpen egy ilyen érthetetlen jelenség a számomra is, hogy mi a baj vele? Hülyének lenni a legkönnyebb, és ez a pápára is vonatkozik. Bayer Zsolt mondatait ugyanakkor a többi kritika mellett is különösen fájónak tartja. Bizonyos szinten már nem szabad lemenni a vitatkozás porondjára, mert a saját önbecsülésünket adjuk föl, amikor hát ilyen szintű vitára megyünk. Szóval ez nagyon fájó, és egyáltalán a közbeszédbe nagyon fáj nekem ez, amikor a alapvető tiszteletet nem tudjuk megadni egymásnak. Mégiscsak nyilatkozni kell. Tehát nem hagyhatjuk szó nélkül, amikor a mi első számú vezetőnket ilyen bántás éri. És alaptalan, és méltatlan. Egyszer már nagy nehezen bocsánatot kért, de úgy látszik, hogy ő ezt még mindig nem fogta föl, nem érzi, hogy... Csak én megyek hozzám a interjúzni. Igen. Van olyan, amit rajtam keresztül megkérdezne hát, hogy, és üzenne? Hát, hogy jó lesne, ha bocsánatot kérne. Nem fogok. Biztos lehet benne, püspök úr is, hogy nem fogok bocsánatot kérni. Ugyanis nem érzem, hogy miért is kéne nekem bocsánatot kérnem. Ez volt az alapállása Bayer Zsoltnak, amikor elkezdtük az interjút. Szerinte, ha az általa balliberálisnak nevezett újságírók bírálhatják az egyházat, akkor ő is. Ha én megsértek hívőket, akkor ez álljon az én szabadságom. Legyen nekem ennyi szabadságom, mint Tóth Avi Árpádnak van. Akár egyébként keresztény, konzervatív ember és gondolkodó és publicistaként is. Legyen nekem annyi szabadságom, hogy én is megsérthetem őket. Aztán belementünk a részletekbe, a konkrét kritikáiba. Idézzünk is vissza most egyet. A pápa őszentsége, mint egy ilyen derék, liberális, genderben hívő marha. Úgy posztolat vitterem. Tudja, hogy mit mond a pápa a genderről? Már, hogy most mire gondol? Hirtelen. Mit mond a pápa a gender kérdésről? Mit? Mesélj, segítsen. Nem tudja. Mit mond? Fogalmam sincs. Mit mond a pápa a gender kérdésről? Nagyon jó, ezt is elhoztam. Mert hogy ha valaki nem gender hívő, az a pápa. Na látja, mégiscsak vannak jó tulajdonságai. Sőt, kifejezetten azt mondja, hogy árt a családoknak a gender. Hát alássa a családok békéjét. Akkor mélységesen egyetértünk ebben minket, a pápával. Mindent meg kell tenni a házasság megmentéséért. A házasság a mai nagy egyenlőségről szóltál, a gender elméletről. Ma világszinten háború folyik a házasság tönkretételéről. Nem a fegyverekkel, hanem ideológiákkal zajlik a harc. Ideológiai gyarmatosítással pusztítanak. Ez ellen védekezni kell. Egyetértünk. Akkor miért egyetértünk mondja azt, hogy liberális gender hívő? Amikor nem azt mondtam, azt mondtam, hogy úgy posztolt, a Twitterre posztolt valamit, de akkor ezt eddig amire nem arra ismerte. Mondtam, nem. De mélységesen egyetértek vele. Akkor többet nem fogja azt mondani, vele. Hogy genderistaként posztolt. Semmiképpen, még csak a összehasonlítástól is tartózkodni fogok. Saját érdememnek. Fel. Beszéltünk a menekült válságról, Európa jövőjéről, vagyis mindenről, amiben Bayer úgy gondolja, hogy a pápa árt. Elvittem magammal a pápa szó szerinti írásait, nyilatkozatait, mint kiderült azokat, először látja Bayer Zsolt. Az az érzésem, hogy lehet, hogy nem direktbe a pápa szövegeit olvasta, hanem idézeteket olvasott, ragadott mondatokat, értelmezéseket. Én nagyjából azt olvastam a pápa migrációval kapcsolatos állásfoglalásairól, ami a sajtóban megjelent, semmi egyebet. Nincs túl sok jó tulajdonság, vagy pár van. Az egyik ezek közül az, hogyha tévedek, az be szoktam látni. Úgyhogy nagy örömmel elfogadom a eredeti pápai szövegeket. Köszönöm Elég szépen. Sok van benne. El fogom őket olvasgatni, és akkor... A legfontosabb témák vannak benne. Gender kérdés, melegek kérdése, menekültek kérdése és Európa kérdése. Mindet elolvasom.
mindnek utána nézek, sőt, gondolom ezek alapján még egy kicsit mélyebben is utána lehet menni. Igen, és mert ez a magyar személye. Hát nyilván ezek a kivonatok nyilván, akkor angolul is hozzá lehet ehhez. Ez a katolikus egyház által kivonatolt. Tökéletes. Tehát. És hogyha úgy ítélem meg, hogy mély tévedésben voltam a pápa, mondjuk migrációt érintő felfogásáról, én leszek az első, aki ezt hosszan meg is írom. És a végén még be is fogom látni a tévedésemet. Hivatalos reakció se a kormánytól, se a Fidesztől, se a kereszténydemokratáktól nem érkezett. Súrján László KDNP-s képviselő viszont Facebook oldalán állt ki a pápa mellett. Azt írta, azért, mert a balliboldal egyoldalúan értelmezett pápai szövegeket dicsérőleg emleget, koránt sem indokolt a pápára haragudni. Pedig ezt sokan teszik, katolikusok és nem katolikusok. Megkerestük Erdő Péter bíborost és a Magyar Katolikus Egyházat is, ám azt a választ kaptuk, hogy augusztus elejéig szabadságolások miatt biztos, hogy nem reagálnak. Ugyanakkor megjelent egy állásfoglalás a Magyar Kurírban, ami az egyház félhivatalos lapjának tekinthető. A főszerkesztő ebben azt írja, hogy senki se fölülről várjon cáfolatot, hanem mindenki lépjen ki a közönösségből, és mindenki egyenként mondja ki azt, hogy ne tovább. A Heti Naplóban Benyó Rita riportját látták. Kíváncsi vagyok a nagy fogadkozásra, Bajár Zsolt munkásságát ezer éve követem, mindig tudja, hogy kinek mit kell mondania. Itt ezt ígéri, aztán majd az övéinek, idézőjelben az övéinek újra jól kirohan, mert ott ez az elvárás felé.